Elmondanék nektek egy tanmesét, egy történetet, illetve annak egy részét, mert nincs idő az egész elmondására. Képzeljétek el, gyerekek, hogy volt egy országnak egy bölcs királya, és egyszer csak hallja, hogy az ő országában van egy nagyon-nagyon bölcs, szintén bölcs, bíró. A bíró az az ember, aki ítéli a szegényeket, ítéli az emberek ügyét. Hát ez a király úgy gondolta, hogy meg fogja nézni ezt a bírót az országával, föl is ült lovára, átöltözött, levette a királyi palástot, és egy uraságnak öltözve elindult abba a városba, ahol ez a bölcs bíró dolgozott és tevékenykedett. Eljutott a piacra, a város piacára, és ahogy ment, mendegelt a lován, a piac téren egy szegény ember ült a földön, nem tudott járni, egy nyomorék ember volt, és azt mondta neki, uraság, hadd üljek föl a lovára, és vigyen el egy másik helyre, mert én nem tudok egyedül elmenni. Hát az uraság már is fölvette, azt mondta, ülj fel mögém, fölsegítette, elvitte arra a helyre, ahova ő menni akart, majd várta, hogy leszálljon a lóról. Hát csak nem szállt le. Azt mondta az uraság, szálljon le, Ken, mert megérkeztünk. Azt mondta ez az ember, nem szállok le, mert ez a ló az enyém. De hát ez a ló az enyém, Kent, hát szálljon le. Nem, ez a ló az enyém. Hát körbesereglették az emberek ezt a lovat és a két embert, és azt mondták, maguknak el kell menniük a bíróhoz. Hogy a bíró megállapíthassa, hogy kié a ló, mert hát nem tudjuk, kié a ló. Mind a kettő azt mondja, hogy az ő lova. El is mentek a bölcs bíróhoz. A bölcsbíró éppen embereket ítélt, és a történet vége, ugye ahogy mondtam, a végét mondanám inkább el, a történet végén a bíró elé járul a két ember, az uraság és ez a bicegő ember. És azt mondja a bíró, hát mi áradban vannak itt nálam? Azt mondja az uraság, hát én mentem a lovamon a piac téren, ez az ember azt mondta, hogy vegyem fel magam mögé, majd nem akart leszállni, és azt mondja, hogy ez a ló az övé. Ugyanezt mondta el a másik ember is. Én mentem a piac téren, az uraság azt mondta, vigyem el. Én elvittem, majd nem akart leszállni az uraság, és azt mondja, hogy az a ló az övé. No, azt mondja a bíró, Kendek, hagyják itt ezt a lovat nekem holnapig. Ott is hagyták, és jöjjenek vissza másnap. Másnap visszament a két ember, és a bíró azt mondta, a bölcs bíró, jöjjenek, Kendek, én velem. Majd elvitte őket egy szép helyre, ahol egymás mellett állt sok-sok ugyanolyan ló, mint amilyen az ő lovuk volt. És azt mondta, a Kendek válasszák ki egyen-egyenként azt a lovat, amely az önöké. Hát először jött az uraság, rögtön megismertem. Meglátta a lovat, és azt mondta, ez az én lovam. Hát az uraságot kiküldte a bíró, és bejött a szegény ember. Azt mondja, Kend is bökjön rá arra a lóra, amelyik az öné, amelyik Kendé. Nézegette, és rábökött. Ez az én lovam, és jól bökött rá. No, azt mondta a bölcs bíró, Mind a kettőjük megismerte a saját lovát. Ennek ellenére én azt mondom, az uraságnak adják a lovat, a szegény ember pedig kapjon 50 botütést a hátára. Így is történt, majd az uraságot nem hagyta nyugodni az esemény, csak utána ment a bírónak, és a bíró látta, hogy az uraság felkeresi őt, megkérdezte tőle, uraság, nincs megelégedve az ítélettel? Azt mondta az uraság, dehogy nem, Kend, csak szeretném tudni, hogy honnan tudta azt, hogy ez a ló az enyém, és nem a másik emberi, aki orvul becsapott majdnem engem és minket. Hát azt mondta a bölcsbíró, nem volt az ám nehéz. Nem arra voltam én kíváncsi, hogy a Kendek megismerik-e a lovat, hanem hogy a ló megismerje Kendeket. És amikor az uraság odament a lóhoz, megsimogatta a lovat, a ló odabújt a Kendhez. Hiszen látszott az. Amikor a szegény nyomorékember odament hozzá, megismerte őt, de a ló elhúzta a fejét. Nem ismerte meg.
Hát azért egyértelművé vált, hogy a kendi a ló. Nos, így esett ez a történet. Nagyon egyszerű kis történet is. Tudjátok, gyerekek, arra gondoltam, vagy azon gondolkodtam, hogy vajon így vagyunk-e mi is a Jóisten. Mert a Jóisten nem azt az embert fogja bevezetni az ő országába, aki őt megismeri, hanem akit a Jóisten is megismer, és akit a Jóisten is megszeret, és ő is szereti a Jóistent. Ez egy kölcsönösség. Ugye tudjátok, gyerekek, hogy nem csak arra van szükség, hogy az Isten szeresse az embert, ez nagyon fontos dolog, és Isten minden embert szeret, hanem hogy az ember is szeresse az Istent. És az az ember fog eljutni Isten országába, aki megismeri őt. És az Isten is megismeri az embert. És amikor Jézus majd az emberrel szembe jő, és eljön az ő országában, ahogy mondja a Biblia, vajon megismerjük-e őt? Vajon úgy fogadjuk-e őt, mint ebben a történetben odabújunk hozzá? És ő is odabújik hozzánk. Ez nem egy hivatalos találkozás lesz. Nem olyan, mint ma, ahogy találkoznak országok vezetői. Ez egy barátság lesz, ez egy régi ismeretség lesz. És én azt kívánom mindannyiatoknak, és a kedves gyerekeknek, és a felnőtteknek is, hogy így gondoljunk erre a találkozásra, mint amikor odabújunk egymáshoz, és megismerjük egymást. És folytatjuk azt, amit ebben az életben, a bűnvilágában elkezdett bennünk, az örök életben, bűntelen világban ezt folytathatjuk.